Humanitárius válságra figyelmeztet a Nemzetközi Vöröskereszt Bosnia-Hercegovinában, ahol a horvát határnál lévő csak dzsungelként emlegetett menekültáborban olyan zsúfoltság és annyira embertelen körülmények alakultak ki, hogy az ott élőket minél előbb át kell helyezni máshová. Jelenleg 700-an tengődnek ott. Nincs folyóvíz, nincs áram, alig van használható illemhely, a sátrakban pedig többször annyian vannak, mint lehetnének. Az Európai Bizottság csütörtökön jelentette be, hogy az Unió további 2 millió euró támogatást juttat Bosznia-Hercegovinának a menekültek és migránsok számára biztosított humanitárius segítségnyújtással összefüggő kiadások fedezésére. A bizottság adatai szerint az országban jelenleg mintegy 6-8 ezer migráns és menekült él fedél vagy megfelelő felszereltség nélküli szálláshelyen, ami a tél közelettével további nehézségek elé állítja a szarajevói kormányt.